ahogy már említettük nektek, meg mindenkinek, hogy lehet, hogy nem mindenki tud még erről, de aki tud, annak is lehet még ilyen kis szoftver frissítő információ, hogy vannak olyan színek, különböző gyártók színpalettáján, ilyen plastik csolik terén, amik vagy nincsenek a palettán gyártásban, vagy nehezen lehet hozzájutni. És csak azért hangsúlyozom, mert vannak olyan színek, amihez könnyen hozzá lehet jutni. Például ez a semmit mondó, ez a kékes, nem tiszta vízbe talán működő, de az ilyen például a clown színekhez, ami nekem tetszik, vagy az ilyen napsütéses időben színekhez, ami szintén tetszik, és fogósabb, azokhoz még nehezebben lehet hozzájutni, bár ennek a miértjét még mindig nem, ez mindig nem tisztázott, hogy amit többen keresnek, mert több ismerősöm is keresi ezeket a színeket, azokhoz sokkal nehezebb hozzájutni. Na, térjünk vissza oda, hogy miért jó a szín kavarás. Például itt van ez a plastik, ezt párosítottam, illetve oda dobtam egy pár hétre, vagy akár egy hónapra is a többi gumicsolihoz. Ez fehér volt, igaz? Ez ilyen fehér volt, hófehér. Ez nem a gyöngyház színű, mert ilyen nincs is itt, hanem ilyen egyszerű hófehér színű van. Ez is fogós, mert 4 pluszos, 5 pluszos, sőt talán még 6-os is csuka egy ilyen műcsolira már érkezett, sőt ilyen műcsolira is érkezett. Igen. Erre a színkavalkádra, ami véletlenül, de nem véletlenül is összekerült a többivel, erre fogtam már több helyzetbe, több napszakba, reggel, délbe, este, több évszakba is több halat adott, mint a például ez a zöld, ami gyári. Ez gyári, ez gyári, ez nem gyári, mert ez összekerült a kettővel. Valamikor kicsit erősebb zöld színűhöz kell rakni, nem mindig színeződnek össze úgy, ahogy kell, ne várjunk. Aki még nem csinált ilyet, az ne várjon csodát két nap alatt, mert ez nem így működik, ezeknek kell valamennyi idő, hogy elterjedjen a külső felületén, beívódjon ez a zöld. Ennyi idő kb. Szerintem az attól függ, hogy milyen gumihoz, milyen plastikcsolihoz tesszük. Például a hát az ilyen most nem is akarok neveket mondani, hogy milyenhez, de próbáljuk meg minél salát a zöldebbhez tenni, bedobni. 2-3-mal befedni. Vagy akár egy olyan eredeti zacskóba, hogyha nem zacskó, hanem tasak, amiben megvesszük a például ezt a zöldet, vagy ezt a zöldet, amiben van 15-20 darab, attól függően, melyik gyárta, amit állít össze, és abba egyből beledobom 2-3 fehéret például. És néha így összenyomogatjuk őket, hogy maga a... van benne egy ilyen speciális kiszáradást gátló, hát folyadéknak mondanám, mert nem olaj, hanem de az is lehet, hogy egy speciális olaj, ami nem hagyja, hogy kiszáradjon a gumi, és ilyen cipzárzáros maga a tasak, és ha beledobjuk, akkor hamarabb érünk el egy ilyen színárnyalatot például, mint hogyha csak is simán dobozba beledobnám egymás mellé. Így is működik, de így hosszabb ideig tart, mivel itt ez a doboz szellőzik, már nincs rajta ez az olajos réteg, ami nem engedi, hogy kiszáradjon a gumiha, aztán annyi. Több szint is össze lehet, és ki elő lehet így állítani, vagy csak így zöldet? Dehogy is, hogy bármelyik szint nem működik. A lényeg az, hogy az alap, most ez csak az én tapasztalatom, de az alap inkább élénk színek legyenek. Szóval nem feltétlenül muszáj fehéret, de tegyük fel... Mondjuk a zöld a pirossal biztos nem fog működni, mert azt már próbáltam. Szóval itt nem lesz ilyen piros árnyalatú. A zöld nem lesz piros árnyalatú? A zöld nem lesz piros árnyalatú, legalábbis. A piros nem lesz zöld árnyalatú. A piros se lesz zöld árnyalatú. Vagy fordítva se. Legjobban működik a fehér, azért, mert mögötte maga a gumihal alapszíne ugye fehér, hófehér. És mindig marad egy olyan árnyalat szín, ami ilyen fluoreszkáló, vagy ilyen érdekes szín árnyalatot ad neki,
És nem is annyira szembetűnő most, mint sem inkább a vízbe. A vízbe még jobb, főleg ilyen felhős, kicsit borongós időben sokkal jobban működik. Már nekem, mármint nekem is látom, hol megy el egy akadó mellett, hol halad el. Persze, hogyha van rajtam szemüveg. Nem divatból, hanem... Az már egy másik téma lesz a szemüveg. Igen. Látom, hogy hol jön, milyen mélységben. Persze, hát ilyen méter pluszos, másfél méterig körülbelül ilyen vízközt, ha húzom, látom, hogy meddig jön fel, hányat tekerek, és a többi. De működik még a fehér például lilával. Én csináltam már olyat is, nekem bevált. Például a sügerek nagyon szeretik a fehéret lilával. Az is ilyen érdekes mintázatú lesz. Úgyhogy nagyon nem is tesztelgettem így sok félét. Bevált a zöld, a sárga pirossal, az ilyen élénk. Például ennek a háta, ez egy speciális, ez a gyártó által festett, ennek a háta megegyezik az én árnyalatommal. Felülről jól követhető. Viszont alulról meg van egy kis piros nyaka, és ez a fehér test. Ez ilyen háromszínes. Mi a márkája ennek? Kínai vagy? Hát ennek a márkája akkor hivatalos, amikor majd aki látja, hogy miről van szó, az úgy is érte, hogy melyik gyártótól van. De a lényeg szerintem inkább az, hogy ezt a típust jól eltalálták, viszont nagyon nehéz offset horgokkal felszerelni, mert maga a test nem ilyen hengeres, hanem egy kicsit így lapított, és így nehezebb beleszerelni. De a huncut horgász azt tudja, hogyha egy kis rugót ide beiktat, benyomja a halnak a nyakába, és itt mielőtt beszúrná ezt az eredeti horgot, ami most, vagyis így a horgot, ami benne van, csinál egy kis előfuratot, hogy nagyobb legyen, de nem repesztve, hanem mondjuk erre is vannak ilyen kis szerszámaim. Egy egyszerű fém kiürített tollnak a beléből is meg lehet csinálni, hogy csinálsz egy ilyen kis előlyukot, hogy ne repeszt közben. És akkor könnyebb lesz eltalálni, hogy hol bújjon ki pontosan a farok tövébe. Ezt utólag meg előleg is köszönöm a Bokor Karcsi bácsinak, nagyon jó és helyes tanácsokkal látja el a mindenféle horgászokat. Úgyhogy az ő tanácsai alapján is el lehet, vagyis jutottam el ilyen, és aztán fejlesztettem tovább ilyen módszerekhez. Az egyik barátom szerint, ugye tőle származnak ezek a féle műcselék, amikor meglátta egy nagyobb horoggal, például van, hogy jobban kiáll az órából, de viszont csak ez a horog méret működik így, mert ráharapáskor akkor ki tud szabadon, elég szabad helyet hagy, hogy megakadjon a csuka is. Ő erre azt mondta, hogy miért csináltam transzvesztitát az ő gumihajában, mert olyan szarul néz ki, hogy így nagyon kiáll, viszont ez egy nekem egy helyes módszer, mert minél szűkebb lesz itt a hasánál, minél kisebb a távolság, annál nehezebben tud ráharapni a csuka, és annál nehezebben tud kiakadni rablás közben, rárablás közben a horog. Úgyhogy ez az öböl, ez a has, ez minél bővebb kéne, hogy legyen. Vannak erre kifejezetten természetesen speciális gumihalak is, amik eleve úgy vannak kialakítva a gyártó által, hogy a horognak a fejét, a horog éles részét, azt bele lehet, el lehet rejteni úgy a gumihalba, hogy szinte észre se vesz. Ilyenre is fogtál kanál már is. Nagy halat erre, igen. Erre a fajtára. És ugyanúgy van a hasába is, egy ilyen rejtett, hogy könnyebben ki tudjon szabadulni rablás közben. Úgyhogy igen, ezek is működnek, természetesen ez se örök életű, ez mint plastik csali. Még így is néha így bele szoktam szúrni a hátába, hogyha nagyon salátás a környék. Úgyhogy az ilyek működnek. Az ilyen gumihalak. Nagyjából ennyi. Túlmentünk a szinka varáson, elmentünk egy kicsit másfelé, de ez is hozzátartozik valamilyen szinten. Ti is kipróbálhatjátok, majd csinálunk mi is erről egy plusz videót majd. Hogy is megy élőbe ez az egész, aztán majd videó formájába közé tesszük
A legegyszerűbb, hogyha az általad, vagy az általatok kedvelt favorit csalikból vesztek egy-egy csomaggal, tegyük fel, mondjuk lehet az akár kínai, akár hivatalos gyártó is, ugye a kínai az szeret szappintani, de ez normális. Vannak ott is nagyon jó működő csalik, amik ugye léteznek az eredeti gyártótól is, viszont koppintva vannak, olcsóbban hozzájutsz, kevesebb, mint fél ár, és az ismeretlen helyeken természetesen, mint a golyószorrot, úgy lehet szólni befele őket, mert nem tudod, hogy mi vár rád. Köztük ki lehet ezeket próbálni. Ha nem sikerül, se veszítesz vele sok mindent, de általában sikerülni szokott, majd max többet kell vele várni. Nem egy-két hetet, hanem mondjuk másfél hónapot, mivel átszíneződik. Ennyi. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel, lájkoljátok, megosztásokat köszönjük, és várjuk a kommenteket, hogy ti mit szóltok ehhez.